áldott légyen a Szent Háromság, az osztatlan egység. Mondjunk hálát még így, mert irgalmasságot tett ő Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a vasárnapon, itt a Tihanyi templomban, és innen a Tihanyi templomból. Véget ért a húsvéti idő pünkösd ünnepével. Köszöntöm a jelenlévőket, tihanyiakat, távolabbról érkezőket, és köszöntöm mindazokat, akik most ebben az időben együtt vannak velünk. Kiszélesedik a közösség. Az elmúlt vasárnap körülbelül 220 emberrel voltunk többen egy időben, de a Szentmise valamilyen formában több mint 2000 emberhez eljutott. Az ünnepek után az egyház egy vasárnapot szentel az Isten titkának, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kezdjük imádságainkat. Titok az Isten belső életéről van szó, annak az Istennek az életéről, aki forrása az életnek, és aki hitünk szerint célja is minden életnek. Isten, kit a bölcs lángesze föl nem ér, csak titkon érző lelke, óhajtva sejt, mondja Berzsényi, léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. Most a Szentmise kezdetén nézzünk magunkba. Megvan-e bennünk a vágy, hogy beengedjük az Istent az életünkbe? Az Istent, aki teremtő, az Istent, aki az elesett emberért lenyúl, Jézus Krisztusban fölemel, az Istent, aki átjárja az életet, aki kiárasztja ránk az erősség, a bölcsesség
szent lelkét. Bánjuk meg bűneinket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten. Bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Mennyei atyánk, te elküldted a világba fiadat, az igazság igéjét és a megszentelő szent lelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit megvallásával a szent háromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egyistent imádjuk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökön örökké. Bocsássanak meg, alig hanem elfelejtettem köszönteni azokat a testvéreket, akik a templomba nem fértek be, nem tudtak bejönni, és nagy valószínűséggel a látogatóközpontban, a Portapácisban vannak velünk együtt.
Olvasmány Mózes második könyvéből. Mózes, miután elpusztította az aranyborjút és kiengesztelte az urat, másnap korán reggel elindult a Sínai hegyre, és vitte magával a két kőtáblát, ahogy az Úr megparancsolta. Az Úr leereszkedett felhőben. Ő pedig eléje járult, és segítségül hívta az Úr nevét. Az Úr elvonult Mózes előtt, és ezt mondta. Az Úr irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő, kegyelemben és hűségben gazdag. Mózes sietve a földig hajolt, leborult, és így szólt. Ha kegyelmet találtam a szemedben, Uram, akkor a mi Urunk vonuljon velünk. Bár kemény nyakú nép ez, mégis bocsásd meg bűneinket, és fogadj el minket örökségedül. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. Hány óra, ki átlátod a mélységeket, és a kerubok fölött trónolsz. Áldott hány óra, ki átlátod a mélységeket, és a kerubok fölött áldott vagy, Uram, az ég erősségében, és dicséretes mindörökké, és a kerubok fölött hordolsz. Áldott vagy, Uram, ki átlátod a Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, örvendjetek és tökéletesedjetek. Buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Köszöntsétek egymást szent csókkal. A szentek mind köszöntenek titeket. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Ez az Isten igéje. János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot,
hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Ezek az evangélium igéi. Testvérek, május első vasárnapján hagyomány szerint az édesanyákat köszöntötték, köszöntöttük. Május utolsó vasárnapja, gyermeknap, hát ebben az évben meglehetősen szűkös volt ez a gyermeknap. És egy idő óta, június első vasárnapja, a pedagógusok napja. A pedagógusoknak az elmúlt időszakban bizony bőven kijutott a feladatból. Bocsássanak meg, hogy talán egy nagyon nem ideillő kijelentéssel kezdem pedagógus napon. Nem szerettem iskolába járni. Talán nem én vagyok az egyedüli, aki kisgyerek korában ezt valahogyan nem szívesen tette. Talán előre lehet jönni, Ányos atya, a dobogókra, hogyha... Tehát bátran jöjjenek előbbre a most érkezettek, és itt a két mellékoltár dobogóin helyet tudnak foglalni, illetve ezeken a székeken. Meg ennél a mellékoltárnál is van egy szék, úgy látom. Ez így nagyon jó. Már is elrendeződtünk. No, hát akkor nem tudom, hogy szabad-e megismételnem azt, amivel kezdtem, mivel úgy látom, hogy iskoláskorúak érkeztek, ugye? Vagy óvoda? Már iskola. Azzal kezdtem, hogy nem szerettem iskolába járni általános iskolás koromba. És hozzáfűztem, hogy a jelenlévők között alig, hanem vannak még néhányan, akik ugyanígy, de hát nem gondoltam, hogy jönnek még sorstársak. Egy kisvárosban voltam gyerek, Kapuváron. Egy tér egyik oldalán laktunk mi, a másik oldalán volt az iskola, és a tér közepén egy első világháborús hősi emlékmű áll. Dédapám fogott általában kézen, és kísért az iskolába. Nem egyszer megtörtént, hogy úgy félúton, valahol a szobor környékén én kirántottam a kezemet az ő kezéből, nem tartotta annyira szorosan, és irány haza. A tanári szobából pedig nem egy tanítónéni, tanítóbácsi nézte, hogy na, ki fog győzni, a Béla bácsi, vagy a Miklós, a civil nevem az Miklós. Aztán nem, egyáltalán nem gondoltam, hogy majd az egész életem össze fog fonódni valamilyen formában az iskolával. Általános iskola, gimnázium Pannonhalmán, aztán teológia, aztán magyar-orosz szak az egyetemen. Ha összeadom, ez akárhogyan is, ha nem ismételtem, már pedig nem ismételtem. Egy év folyamot se, ez 22 esztendő. Aztán tanítottam Győrbe, tanítottam Pannonhalmán,
Voltam igazgatója egykori iskolámnak, úgyhogy a tanárok között volt, aki nekem tanárom volt, mikor én diák voltam, és volt még olyan is, aki igazgató volt akkor, amikor én diák voltam. Pár héttel ezelőtt fölkeresett egy régi diákom. Atya, szeretnék elmondani neked valamit, mondta, ezért kereslek. Tanár lett ez a fiú. Tudod, amikor bemegyek az osztályterembe, akkor sokszor úgy érzem, hogy nem egyedül megyek be. Az egyik oldalon ott kísér a Dávid atya, a másik oldalon pedig ott vagy te. És amikor a táblára írok, akkor azt veszem észre, hogy a te táblára írt kicsit lapos betűidet írom, beleivódtatok az életembe. Összeszorult a szívem, megmondom őszintén. Akire emberek vannak bízva, aki gyermekekkel foglalkozik, akár akarja, akár nem, valamiképpen formálja azt emberségében, akit tanít. Nem csupán azzal, amit tanít, legyen az matematika, biológia vagy irodalom, mindenképpen formálja a másik embert emberségével. A szakemberek szoktak vonatkozási személyiségről beszélni. Aki nekem fontos, az meghatározza valamiképpen az életemet. Most, hogy már több mint 50 éve látom az iskolát nem diákként, elgondolkodom. Iskolát mostanában már csak távolról, úgy ünnepeken látok. Gyakrabban találkozom tanárokkal, amikor meghívnak ide-oda az ország különböző részeibe előadást tartani, vagy lelki gyakorlatot vezetni. Elgondolkodom azon, hogy mennyire fontos az az ember, aki ott van az iskolában. Hogy mennyire fontos, hogy ne csak szakmai ismeretei legyenek, hanem tudjon példát adni emberségből. És akkor fölmerül a kérdés, hogy vajon van-e a gyermekekkel foglalkozó pedagógus kollégáknak megélt világképük? Van-e emberképük, és van-e világképük? Szembe tudnak-e nézni az élet titkával? Bármit is tanít, csak ugyanarról a világról beszélek, csak más-más szempontból. Az életről, az emberről van szó, amit bármennyire is szeretnénk racionálisan megismerni és birtokba venni ezt a világot, ami végül is titok. A létezés misztériuma. Bocsássanak meg, hogy talán kissé elvontam beszélek. Miért van az, hogy ez a világ létezik, mikor lehetne úgy is, hogy nem létezik, hogy nincsen? És ha már létezik, és ha már én is élek, akkor egyáltalán miért vagyok? És miért most vagyok? És miért itt vagyok? Van-e nekem valami szerepem, valami rendeltetésem, feladatom ebben a nagyon is sokszínű és sokszor nagyon bonyolult világban? A gyermek még nem tesz föl magának ilyen kérdéseket, örül, hogyha kicsöngetnek, aztán mehet haza. Egyszerűen tud örülni a gyerek annak, ami szép, ami jó, tud örülni annak, hogyha szeretik, tud örülni a gyerek annak, hogyha törődnek vele. Tudom nagyon jól, hogy sokan vannak, akik nem találják a helyüket ebben az életben. Tudom, hogy van sok gyerek, aki úgy érzi, hogy nem kellek senkinek.
Nem kevesen vannak, akik számára egyáltalán nem létezik a kérdés, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Mert olyan világban élünk, amelyből kiveszőben van a jövőképe. Éljünk most, itt, azonnal. Jogaim vannak, szabadnak születtem, és minden, ami megköt, ami gátol, az fölösleges nyűg ahhoz, hogy szabadon élvezzem az életet, az én életemet, és ne törődjek mással. Az iskola testvérek olyan hely, ahol nagyon jó volna, hogyha jól érezné magát mindenki, gyerek is, pedagógus is, és az iskolát kísérő szülő is. Olyan hely, ahol, amely segít abban, hogy rácsodálkozzam a világra. A matematika például megtanít arra, hogy vannak tények, amelyek tőlem függetlenül léteznek, nem egyszer beszéltem erről, a 2×2, zárójel legalábbis a 10-es számrendszerben, akár akarom, akár nem, mindig 4, és nem lehet szavazni arról, hogy na akkor holnaptól 5 legyen. Tehát vannak tények, van valóság tőlem függetlenül. A biológia pedig megtanít arra, hogy az élet csoda. Elpusztítani képes vagyok, létrehozni nem, őrizni pedig kötelességem. És elgondolkodhatunk azon, hogy ez a föld, amin élünk, a világegyetemben milyen aprócska pont csupán. És mi felelősek vagyunk ezért a földért, ami egy zárt rendszer, amelynek az egyensúlyára rendkívül oda kell figyelnünk, gondosan felelősek vagyunk érte. Vannak, akik számára a világegyetem egyszerűen a véletlen műve, nagyon neves, nagyon híres tudósok is vannak, akik azt mondják, egyszerűen csak lett, nincs számomra szükség arra, hogy legyen mögötte valami. Az a bizonyos ősrobbanás, az csak úgy magától. Hadd ne nevezzek meg híres és tekintélyes tudósokat. Vannak, akik pedig megsejtik, hogy kell, hogy legyen valami a világ, a tapasztalható világ mögött, fölötte kell, hogy legyen egy végtelen létező, amiről, akiről Berzsenyi Dániel, akit idéztem a Szentmise elején, írja, hogy Isten, kit a bölcs lángesze föl nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt. Léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. És ezt is írja még, hogy te hoztad e nagy minden ezer nemét a semmiségből. A te szemöldököd ronthat, s teremthet 100 világot, s a nagy idők folyamit kiméri. A mai vasárnapon testvérek különösen is figyelünk arra, hogy ki is az Isten. Szent Háromság vasárnapjának nevezzük ezt a mai vasárnapot, ezt az ünnepet. Hitünk szerint az Isten teljesség, végtelen élet, gazdagság, forrása a létezésnek, aki nem hagyja magára az embert. Azt az embert, aki hajlamos arra, hogy kiszakítsa magát ebből az Isten teremtette világból, ebből a rendből. És az Isten újra és újra fölkínálja az ember számára Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus emberségén keresztül az életet. Az Isten teremtő, megváltó, fölemelő, megszentelő, magához emelő. Az Isten az embert olyannak alkotta, olyan lénynek, hogy képes legyen megnyílni a titok előtt.
Olyannak teremtette az Isten az embert, aki az élete értelmét meg tudja találni, hogyha nem zárul be önmagába. Olyanná teremtette, aki képes meglátni összefüggéseket, hogy mindennek következménye van, akármit teszek, annak valahol hatása van. Olyanná teremtette az Isten az embert, hogy az ember legyen képes dönteni szabadon, választani szabadon, és hogy szeressen. Ha nem volna szabadság, nem lenne szeretet sem. A mai nap, június első vasárnapja, amint már említettem, a pedagógusok napja, 1952 óta szentelték Magyarországon ezt a napot a pedagógusoknak. Illő és fontos, hogy tisztelettel tekintsünk, megbecsüléssel tekintsünk azokra, akik rátették az életüket arra, hogy a gyermekből emberibb ember váljon. És jó volna, de jó volna, hogyha ebből az emberibb emberből magyarabb magyar is lenne, mert mindenki adott helyen éli le az életét, és mindenki saját anyanyelvén, saját kultúrájában veszi birtokba a világot. Az elődök által teremtett kultúra jelent szellemi, lelki otthont mindenki számára, biztonságot adó hazát. És bárcsak egyre többen lennének a felnövekvő emberekkel foglalkozók között, akik maguk is rá tudnak döbbenni a létezés titkára, és meg tudnának nyílni, és le tudnának borulni a végtelen titok előtt, az Isten előtt, úgyhogy ez a leborulás nem önmagunk feladása, hanem erőforrás legyen számukra. Nagyon hálás vagyok azért, hogy találkozhattam életemben diákként igazi pedagógusokkal. Nem voltak tökéletesek. Egyáltalán ki is a tökéletes ember, olyan nincs. De ezeknek a pedagógusoknak voltak eszményeik, és megéreztették velünk, egykori diákokkal, hogy ez a világ több annál, mint amit érzékeinkkel be tudunk fogadni, amit értelmünkkel fel tudunk fogni. Egy pedagógusnak, testvérek, nem az a feladata, hogy prédikáljon, de mindenképpen feladata az, hogy elkötelezetten szolgálja az életet, az ember életét, az egyszeri és megismételhetetlen emberi életet, és szolgálja ezt a titkot. És feladata, hogy maga is keresse egész életében az igazságot, a teljességet. És akkor majd a rábízottak is kereső, titok feszegető emberekké fognak válni, és reményeink szerint rátalálnak majd a teljességre, rátalálnak, mondjuk ki bátran, az Istenre. Az iskola az elmúlt 50 év során nagyon sokszor, nagyon sokféle módon megtapasztaltam, hogy politikai csatározások színterévé vált. A pedagógusok pedig kiszolgáltatott emberekké. Az egész társadalom felelőssége mindenkié, nem csak a legfelsőbb döntéshozók felelőssége, hogy a pedagógusok elismerést, megbecsülést kapjanak. Meg kell fizetni, jobban meg kellene fizetni az óraszámban mérhető munkát, de pénzzel nem lehet megfizetni azt az odaadást, azt az elkötelezettséget,
amivel egy pedagógus valóban szolgálja a gyermeket. Megbecsülés azonban mindenképpen jár érte. Engedjenek meg egy furcsa, de világszerte aktuális kérdést. Beengedjük-e Istent az iskolába? Nem egyházi iskolára gondolok, hanem úgy általában, minden iskolára. Szoktak beszélni világnézeti szempontból semleges iskoláról. Egy ilyen iskola képes arra, hogy a legkorszerűbb információkat továbbadja, a legkorszerűbb tudást, de nem tudok elképzelni olyan iskolát, amely értéksemleges volna, amely csak információ központú lenne. Nem tudok elképzelni olyan iskolát, ahol csak a pillanatnyi érdekek határoznák meg azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Minden iskolának kivétel nélkül, akár egyházi, akár nem, az embert, az életet, a teljességet kell szolgálnia. Az Isten testvérek nem közvetlenül szól bele az életembe, és az iskolába se közvetlenül jön be, hanem az emberségen keresztül, a pedagógus tiszta emberségén keresztül, aki nem prédikál, hanem tiszta értékrend szerint éli emberi életét, akinek vannak eszményei az iskolában is. A hittestvérek titok, ajándék. Engedjük meg az Istennek, hogy megajándékozzon bennünket az iskolában is. Egy pedagógus számtalan kérdéssel találkozik. Egy kérdést és feleletet hadd osszak meg most a testvérekkel. Ez egy költemény írója, Chesterton. Címe: Szentek szente, szentje. Ősz apó, bár szemeid a rejtelmet keresik, mondd meg, hogy a kankalin kis szívében mi lakik. Tengertitkot mutató, tündérpici házikó, tündérraktár, álmodó száz mag benne alakó. Hát azt, titkok mestere, sűvé, kőé, tudod-e, hogy a leglegpicikébb mag szívét mi tölti be? A mindenható kicsim, kerubim és szerafim, és örök magasztalás, Adonai Elohim. Álljunk fel és valljuk meg hitünket. Hiszek az Egyistenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben,
Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavában. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Testvéreim, a mennyei atya gyermekei, a fiú testvérei, a Szentlélek templomai vagyunk. Kérjük az Atyát a Fiú által a Szentlélekben, segítse hívő népét. A Szent Háromság egy Istent dicsőítsék életükkel az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében megkeresztelt emberek. Kérünk téged, hallgass meg minket. A Szent Háromság egységének titka vezesse a hit és szeretet egységére az egész keresztény világot. Kérünk téged, hallgass meg minket. A Szent Háromság kiáradó szeretete vezessen minden embert az evangélium világosságára. Kérünk téged. A Szent Háromság egysége és békéje uralkodjék a népek és vezetőik szívében. Az Atya hatalma, a Fiú bölcsessége és a Szentlélek kegyelme őrizze meg családjaink egységét és boldogságát. Mindenható örök Isten! Engedd, hogy akik a keresztségben gyermekeid lettünk, kegyelmeddel a Szent Háromság boldogító látására eljussunk, Krisztus, a mi Úrunk által. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedben az áldozatot.
Kérünk, Urunk Istenünk, neved segítségül hívása által szenteld meg felajánlott adományainkat, és tégy minket általuk neked szentelt örök áldozattá, Krisztus, ami Urunk által. Álljunk fel. Az Úr legyen veletek. És a emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te egyszülött fiaddal és a Szentlélekkel együtt, egy Isten és egy Úr vagy, nem személy szerint való egységben, hanem három személyben, és mégis egyetlen lényegben. Így, amit isteni szavadra, dicsőségedről hittel vallunk, azt fiadról is állítjuk, a Szentlélekről is hirdetjük, minden különbségtétel nélkül. Az igaz és örök istenséget úgy valljuk, hogy három különböző szemét imádunk benne, egyetlen lényegben és egyetlen fennségben. Ez dicsőítik az angyalok és főangyalok, a kerub és szeráf kórusok, kik örökké éneklik és együtt zengik. Tiszteletünk kifejezésére vagy térdeljünk le, vagy maradjunk állva. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel, Cyril prédesapátunkkal, Jeromos perjelünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban vízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, a Szent Szűz egyesével, a Szent Apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Most álljunk fel, és könyörögjünk élő hittel, bizalommal, miként Urunk Jézus Krisztus tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Feltámadása után így köszöntötte Jézus tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul.
Istenünk, köszönjük neked, hogy megosztod velünk a te életedet. Köszönjük, hogy a názáreti Jézusban földi vándorlásunk társa lettél. Köszönjük, hogy gondviselő atyánk vagy, aki kezedben tartod a világ sorsát. Kérünk, tégy minket készségessé szent lelked által, hogy életünk ne magányos élet legyen, hanem szeretetben gazdag, másokat elfogadó és megbecsülő, közösségben kiteljesedő élet. Köszönjük, Urunk, hogy minden megélt közösségben a te szereteted jeleit tapasztalhatjuk közöttünk. Állj mellettünk hétköznapjainkban, hogy ne legyünk sosem magányosak, hanem mindig megtapasztalhassuk a te közelségedet, és a veled való közösségben valamennyi embertársunkkal együtt lehessünk. Dicsőség neked, Istenünk, Atya, Fiú és Szentlélek, Istenünk, aki minden idők előtt létezel, Istenünk, aki forrása és célja vagy mindannyiunk életének, áldunk és magasztalunk, most és mindörökké. Amen. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, e szentség vétele és az örökké való egy és oszthatatlan Szent Háromság megvallása szolgáljon testünk, lelkünk üdvösségére, Krisztus, ami Urunk által. Kedves testvérek, a vasárnapi szentmiség előtt röviddel kinn a portapácizban mindig van gyóntatás. Az előtérbe egyesével lehet bemenni maszkba. Ma este 7 órakor az apátsági reggel cukrászdában Varró Kristóf Tihany állatvilága című kiállításának megnyitója lesz. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. Jó idő esetén ma este 7:30-kor kezdődő gitáros énekes szentmise is a Csokonai Ligetben, tehát kint a szabadban lesz. Örömmel veszük, ha a tihanyi hívek bekapcsolódnak a rózsafűzér mondásába. Hétfőtől szombatig este 7 órakor kezdjük az imádságot a templomban. Kérjük, 5 perccel előtte érkezzenek meg, és a tizedeket beosztjuk. Egy hét múlva, 14-én vasárnap úrnapja, az oltári szentség ünnepe. Jó idő esetén este 7:30-kor ismét szabadtéri szentmisét mondunk a Csokonai Ligetben, utána a régi Kálvária, a kis Kálvária előtt feldíszített sátorban köszöntjük az Úr Jézust énekkel, imádsággal, evangélium olvasással. Szívesen veszük, ha a sátor felállításában és feldíszítésében segítkeznek a sátor állító családok, és természetesen mindenki más is segíthet. A részletek megbeszélése miatt keressék a sekrestést. Szeretettel várjuk, hívjuk az első áldozásra és bérmálkozásra készülőket is. Az új ember és keresztény élet újságok elvihetőek a templom előterében lévő asztalról. Továbbra is figyeljünk egymás egészségére a szentmiséken és minden zárt helyen a maszk vagy sál kötelező viselésével, kézfertőtlenítéssel, a védő távolság lehetőség szerinti megtartásával. A távolról tihanyi szentmisékre érkezők elsősorban az esti szabadtéri szentmisére jöjjenek. Természetesen a 10 órás szentmise is nyitott. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek, kérjük életünkre Isten áldását. Az Úr legyen veletek! Isten békéje, amely meghalad minden értelmet, őrizze meg szíveteket és elméteket Istenünknek és Szent Fiának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak ismeretében és szeretetében. Amen.
és áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ért, járjatok békében.